harmadik helyen Kis Flóra Anna nevét találjuk, második helyen végzett Hunyadi Panna Rebeka, és akkor jöhetnek az első helyezettek, ugyanis ebből kettő van, Horváth Patrik, az egyik első helyezettünk, a másik pedig Angyal Borbála. Ők hajszál pontosan egyformán dolgoztak, bár nagy valószínűséggel nem ismerik egymást, de minden részben egyforma pontszámot értek el. Krizsán Árpád az Atomenergetikai Múzeum videóiból is jól ismert fizikus ismertette a Tellerede vetélkedő eredményeit a múzeum YouTube csatornáján. A pandémia ideje alatt ez az intézmény is zárva tartott, de munkatársai nem tétlenkedtek, igyekeztek a fizika verseny mellett más hagyományos programjaikat online formába önteni. Újakat is kitaláltak, mint például a Fizika Gyermekjáték című videósorozatot, mely a gyereknaphoz kapcsolódott. Ehhez az alkalomhoz fűződik 12 napon át tartó Nyitott szemmel járj című játékuk is. Csomagokat helyezünk el a város különböző pontjain, hát legfőképpen azon intézmények közelében, ahol a gyerekek járnak, tehát iskolák, óvodák, játszóterek környékét érdemes figyelni délutánonként, mert a Paks FM-mel együttműködve helyezzük ki ezeket a kis csomagokat, amiben ajándékot is lehet találni, tehát ezt meg lehet tartani, és még rejt ez a kis zsák egy kirakó darabot, amit viszont be kell vinni az Erzsébet nagyszálloda kávézójába, és ott a játék végén fog összeállni ez a kép, aminek a darabjai el vannak rejtve. A csomagokat megtalálok, e hétvégén gyermeknapon egy sorsoláson is részt vehetnek a fődíjért. A múzeum munkatársai nagyon örültek annak, hogy a járványhelyzet javulásával a szabadtéri rendezvények előtt megnyílt az út. Másrészt pedig mi is július 1-én ki fogunk tudni nyitni, tehát a múzeum újra várja majd a nyári időszakban a látogatókat. Ez nagyon, nagyon, nagyon öröm, hogy ennyi idő után, most ugye majdnem egy év eltelt, hogy újra nyithatunk, és még a nyitás előtt készülünk még egy újabb meglepetéssel, mert hogy a múzeumok éjszakáját mindenképpen tervezzük megtartani. Valószínűleg most nem a mi helyszínünkön, tehát itt a városban kell majd figyelni a programokat, mindenképpen a Városi Múzeummal együttműködve, mert hogy ez ugye hagyományosan így volt a korábbi években is. A Múzeumok Éjszakája című programot június 26-án a délutáni esti órákra tervezik a szakemberek, a részletekkel hamarosan jelentkeznek.